Aktuál összegző, évértékelő beszélgetések Vogyerák Anikóval és szakértőinkkel. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóró Nikolett nevében is. Infláció, benzinársapka, elszállt forintárfolyam, csak néhány példa arra, hogy miről szóltak a hírek gazdasági szempontból 2022-ben Magyarországon. Ezt vesszük át a következő egy órában, és vizsgáljuk azt is, hogy a munkavállalók szempontjából milyen volt ez az év. Csóti Csaba, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke van itt velünk telefonon, üdvözlöm. Jó napot kívánok a hallgatóknak és önnek is. Milyen volt 2022 a munkavállalók szempontjából? Hát, hogyha ezt a kérdést nekem teszik fel, akkor mindig el szoktam mondani az elején, hogy a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma az ugye egy szakszervezeti szövetség, tehát 16 szervezet szövetség, és kizárólag a közféra foglalkoztatottjait tömöríti. Tehát mondjuk a szemléletünk az azért elsősorban egy ilyen közférás szemlélet. De én azt gondolom, hogy azt általában elmondhatjuk, és ez nem kell sem szakszervezeti vezetőnek, sem elemzőnek lenni, hogy munkavállalónak lenni 2022-ben Magyarországon, ahogy egyébként egész Európában, meglehetősen nehéz volt, hiszen egy korábban kevésbé tapasztalt, vagy hát a jobb keresetőek számára nem tapasztalt bizonytalanság érkezett el. Egy egzisztenciális bizonytalanság, ami ráadásul az infláció fokozódásával az év végre egyre erőteljesebb lett. Én azt, hogy az egyes emberek ezt hogy élték meg, nem tudom megmondani. Azt, amit mi a közférás munkavállalókkal kapcsolatban tapasztalunk, amit ugye a szövetség tagszervezetei megtapasztalnak, az mindenképpen egyfajta félelem attól a fajta egzisztenciális válságtól, amit hát mindenki minden nap érez a pénztárcájában. Idén elfogadta a parlament a munkatörvénykönyve módosítását, ugye ezzel eleget téve két fontos uniós irányelvnek a törvénybeiktatásának. Mi erről az önök álláspontja? Hát a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának az álláspontja, hogy az úgynevezett apaszabadság kérdésében az elég jól látható volt annak, akit érdekelt ez a téma, és elég jól követhető volt. Ugye a mi konklúziónk az az, hogy gyakorlatilag a minimumot sikerült Magyarországon biztosítani az irányelv alapján, illetve álláspontunk szerint egy kicsit annál is kevesebbet. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy hát ugye ennek az apaszabadságnak nevezett jogszabálynak, ennek gyakorlatilag azért a hivatalos irányelv címe az ugye a gondszülői és gondozói szabadság biztosítása, és hát ez egy húsba vágó kérdés, hogy mondjuk azoknak a szülőknek, akik 10 napot vesznek igénybe, az első 5 napban a jelenleg bevezetett szabályozás szerint jóval több jövedelem jár, mint a második 5 napban, és ezt igazából nem tartottuk korábban sem elfogadhatónak. Ez ugye az év utolsó negyedére esett az ezzel kapcsolatos fellépésünk és kampányunk, ami során az intézményes érdekegyeztetésben is részt vettünk, illetve parlamenti képviselőket is megnyertünk azért, hogy legalább ezt az egy módosítást, ha már a többi úgymond pozitív eltérési javaslatunkat nem fogadta be a kormány, ezt befogadják. El kell, hogy mondjam, hogy ebben egyébként partnerek voltak azok a szakszervezeti szövetségek, akik nem csak a közszféra, hanem mondjuk az ipari területen szerveződtek, sőt, a mi tapasztalatunk szerint egyébként az ipari területen lévő munkaadósi szervezeteknek sem okozott volna ez gondot. Igazából nem értjük, hogy miért kellett ebben annyira szigorúnak és következetlennek maradnia a törvényalkotásnak, hogy nem indult el abba az irányba, hogy ez valóban kiegyenlített bérviszonyokat eredményezzen. Borítékolható, hogy ugye a másik szülő részvétele a gyereknevelésben, hát nem fogja azt a fajta lehetőséget így, hogy alacsonyabb jövedelem jár arra az időszakra biztosítani, mint ami egyébként az irányelv elvárása lett volna, hiszen ennek az irányelvnek az értelme, a haszna, a kiinduló pontja az egy olyan típusú meggyőződés, hogy a nemek közötti egyenlőséget erősíti az, hogyha ugye a kisgyermeknevelésben mind a két szülő részt vesz, és ez nem praktikusan csak az egyik, jellemzően ugye az anya feladata. Hogyha szakszervezetekről beszélünk, akkor általában mindig téma az is, hogy hogyan tudnak ők érdeket érvényesíteni, egyáltalán mennyire hangsúlyos az ő szerepük ma Magyarországon. Meghallja a politika az önök szavát? Hát ugye megint ketté kell választani, hát egyrészt a politika meghallja mindenkinek a szavát, az politikai véleményalkotás, politikai ideológiai meggyőződés, társadalompolitikai elkötelezettség, és az én személyes véleményem szerint sajnos egyre inkább különböző ilyen közvéleménykutatási méréseknek a függvénye,
hogy azokat a véleményeket, amiket például a munkavállalók esetében, akik egyébként Magyarország állampolgárainak igencsak jelentős részét alkotják, a szakszervezetek megjelenítenek, mennyire váltják át ezeket az észrevételeket cselekvésbe. Ez az egyik része a dolognak. A másik része, hogy a szakszervezetek véleményét nem csak a politikának kell meghallgatni, hanem a munkaadóknak is. Na most ugye az a terület, amiről én beszélek alapvetően a közszférában, ott kétségkívül a munkaadó az egyben a politikai hatalom is, hiszen a közszolgálatban dolgozók esetében teljesen mindegy, hogy milyen jogállásban vagy milyen szerkezetben foglalkoztatják a munkavállalókat. Végső soron az állam a munkaadó, mert az állam tudja a forrást biztosítani ahhoz, hogy a béreket megkapják az emberek, a munkakörülményeket kialakítsák. Az ipari területen lévő szakszervezetes kollégáink esetében ez egy kicsit másként néz ki, tehát ugye azért az ő hangjukat elsősorban egy középméretű cégtől felfelé a menedzsmentnek kell meghallania. Az elmúlt 10 évben azt tapasztaltuk, 10-15 évben, hogy ebben, bár ebben nem én vagyok jogosult nyilatkozni, hanem azok a kollégák, akik ezen a területen vannak, nem feltétlenül rosszak a viszonyok, nem könnyűek, de úgy tudja, ahogy mondani szoktuk, a gyárkapun belüli megállapodások azért összességében működtek és működnek jelen pillanatban is. Az a terület, amelyet mi képviselünk a közszféra esetében, az egy nagyon komoly deficit, hogy a magyar kormány munkaadói szerepét nem látja olyan módon, mint mondjuk egy középméretű cégtől felfelé lévő vállalati struktúrában a menedzsment ellátja, és valóban nem hallja meg, vagy nem az, hogy nem hallja meg, ez nem igaz, mert nagyon is meghallja, hanem nem fogadja el partnernek a szakszervezeteket. Ugye a mi esetünkben elsősorban az állami, tehát ahogy ön mondta, a politikai szféra az, ami ebben ugye érintett. Ez egy sajátos helyzet, a világon mindenhol így van, ahol az állam a munkaadó, ott végső soron kormányzati döntésektől függ, hogy milyen irányba mennek el az ezzel kapcsolatos lépések. Ez egyébként nagyon jól látható az idén októberben, tulajdonképpen egy éves törekvésbe és kampányba lépett pedagógus kérdésben, ahol látható módon továbbra sem hajlandó egyébként érdemi párbeszédre a kormányzat, nem csak bérkérdésre, hanem egyéb kérdésekben sem, egyoldalú döntéseket hoz. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy nem hallja meg, de ezek elsősorban a kormányzati elhatározás, az ideológiai meggyőződés a kerékkötője, mert ugye abból indulnak ki, hogy alapvetően az állam, mint munkáltató egyeztetés nélkül is jogosult döntéseket hozni a munkavilágára vonatkozóan, mi ezt természetesen nem így látjuk, és a szövetségünkbe tartozó szakszervezetek, köztük ugye a leginkább ismert példa a pedagógusok szakszervezete sem így látja. Maradjunk akkor kicsit a közszférában dolgozóknál. Mennyire túlterheltek ők? Hát a közszférában dolgozók a világon mindenhol túlterheltek, azt kell mondjam, ez egy olyan típusú mindennapi tapasztalat, ami elég nehéz lenne megcáfolni. Ugye akik ezt vitatni akarják, azok különböző auditokkal és mérésekkel próbálnak persze lebontani dolgokat, ez nem egészen így van. Ugye a közszférában dolgozók minden területen általában leterheltek. Ez, hogy úgy fogalmazva, a kapitalizmus sajátosságából afakad. Minden politikai erőnek, aki ma a közpolitikának a mainstream szegletéhez tartozik, alapvetően ugye az a fajta gondolkodás határozza meg, hogy minél kisebb, minél olcsóbb államot, mert hogy ez állítólag szavazatokat hoz, kell kialakítani, és hát az olcsóbb állam az ugye azt jelenti, hogy kevesebb pénz jut a közszolgáltatásokra. A közszolgáltatásokra, ha kevesebb pénz jut, akkor pedig kevesebb emberrel kell ellátni, na persze minél magasabb szintű közszolgáltatást, hiszen az is szavazatot hoz a választók számára. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy a kollégák a minisztériumi tisztségviselőktől, a kormányhivatali dolgozókon át, a szociális területen, az oktatási területen, a kulturális területen, az egészségügyi hosszan sorolhatnám területén mindannyian nagyon leterheltek. Ez egy rendszer szintű probléma, amivel kapcsolatos dolgokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megoldani. Itt megint csak azt kell mondanom, hogy sajnos a mi tapasztalatunk az, hogy az elmúlt 10 évben extrém módon nem partner a kormányzat ebben. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan intézkedések adott esetben kormányzati szinten, amik megpróbálnak ez ellen hatni, csak hát ugye majd jót fogok tenni veled a veled való egyeztetés nélkül, a veled való együttműködés nélkül, ennek ahogyan a magánéletben, ugye a közéletben is van egy bizonyos buktatója. Ha nem vagyok hajlandó beszélni érdemben azzal, akiről döntenék, akinek segíteni szeretnék, akkor egész biztos, hogy nem fogok tudni jó döntést hozni. Ebben az esetben, ami csökkenteni a leterheltségüket. Mivel a pedagógusokkal volt el a média, ismét azt tudom mondani, hogy ez a pedagógiai területen, vagy az oktatási területen ugye, nagyon jól látható az óraszámok kérdésében, de ugyanígy lehetne az egészségügyben a különböző műszakoknak és műszakpótlékoknak a problémáját említem, illetve hát a műszak beosztás, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy most már pótlék ide, pótlék oda, olyan típusú leterheltség van, szociális, oktatási,
de mondhatnánk akár közművelődési területét is a kollégáknak a vállán, amit azott esetben, amennyiben kifizetik egyáltalán a pótlékot, az is több területen problémás sajnos az utóbbi időben Magyarországon, hát az sem fogja ellensúlyozni azt, hogy a nap 24 órából áll, és hogyha a kollégák ebből 16-ot munkával töltenek el, akkor azt mindenképpen meg fogják érezni. Amikor azt mondjuk, hogy közszféra, sokak számára ez egy ilyen citok szó, hogy ott mindenki nagyon alacsonyan keres, vagy alacsonyabb fizetést kap, mint mondjuk a magánszférában, de ugyanakkor mondjuk egyáltalán biztosabb, mint a magánszféra. Mi az igazság? Hát az, hogy általában véve, tehát átlagosan számítva alacsonyabb a kereset, az sajnos így van, az elég régóta így van, erről beszéltem ugye a korábbiakban, hogy azért ennek egy alapvető politikai oka van, itt a politikai pártoknak az a kialakult felfogása az elmúlt nagyjából 50 évben Európában, most ugye Nyugat-Európáról beszélek elsősorban, ami a minél kisebb állam irányába hat, az ugye a bérek leszorítására vonatkozik. A másik, hogy a közszférás dolgozó nem csinál semmit, csak vakarózik, azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy meglehetősen abszurd sztereotíp kép. Nézzék, nem igaz, erre azt szoktam mondani praktikusan, én dolgoztam az iparban, hogy van rosszul munkát végző ipari munkás, sőt valamikor dolgoztam a sajtónak is, van rosszul munkát végző újságíró, van rosszul munkát végző pedagógus, van rosszul munkát végző, nem tudom, szobafestő, akit kihívtam a lakásomba, ugyanígy vannak rosszul munkát végző kollégák a közszférában, csak míg az többi esetben, ugye mégsem általánosítanak az emberek, esetleg a politikusok esetében igen, addig a közszféra esetében ez egy ilyen kényelmes pofozó csont, hogy ezt mondjuk, vagy a pofozó labda, hogy ezt mondják rá. Ennek semmifajta kutatás, vizsgálat nem igazolja vissza azt a fajta nézetet, mely szerint a közszférában dolgozó kollégák ne végeznék el a munkájukat, sőt, hát az előbbi kérdésére válaszolva, igen magas a leterheltségük. Az év végén aláírták a minimálbér megállapodást is, ugye 16%-os emelésre számíthatnak majd a dolgozók. Ez az egyik oldalról egy rég nem látott, viszonylag magasnak számító emelés, ugyanakkor pedig még egyáltalán közel sincs ahhoz az inflációhoz, amiről egyébként itt év végén már beszélünk. Önöknek mi az álláspontja? Ugye ez ugye Magyarországon egyedül két elemből áll a legkisebb bértarifa azon országok közül, ahol létezik minimálbér. Tehát Magyarországon van ugye a minimálbér és van a garantált bérminimum. A minimálbért emelik 16%-ra, vagy emeli a kormányzat 16%-kal, és a garantált bérminimumot emeli 14%-kal. Ugye a garantált bérminimum az a legalább szakképzettséggel rendelkező kollégákra vonatkozik. Ezek a kollégák vannak többen. Ugye az országban jelenleg nincsen 1 millió ember a hivatalos statisztikák szerint, aki ebbe a két bérkategóriába tartozik. Tehát nyilvánvaló módon azok számára, aki minimálbért keres, a 16%-os emelés, az mindenképpen egy jó előrelépést jelent ebben az inflációs környezetben, még ha az inflációt nem is fedezi. A garantált bérminimum esetében ugye ez a 14% már nem feltétlenül így van, de én szeretném ezt egy kicsit ketté választani, tehát a versenyszférában jellemzően ma már Magyarországon a középméretű cégektől fölfelé azért a minimál béren való foglalkoztatás az nem túlságosan jellemző, hála Istennek. A garantált bérminimumon való foglalkoztatás az már igen, és mennél nagyobb cégméret, mennél erőteljesebb, tőkerősebb a cég, annál inkább elszakadt az elmúlt években ettől a dologtól. Ami viszont a közszférát érinti, a közszféra esetében a minimál bér és a garantált bérminimum emelése automatikusan nem jelent béremelkedést, méghozzá azért nem, mert az elmúlt 10 évben azt a fajta bérrendszert, ami Magyarországon létezik a közszférában, legyen az vagy sávos, tehát ez a bértábla, amit szoktak emlegetni, ami attól függ, hogy milyen képzettségtéssel és hány évvel más munkatapasztalattal rendelkezik valaki, vagy úgymond vetítési alapú, ami egy bázis szoroz be egyébként hasonló elvek alapján, mint amit az előbb mondtam. Ezekben az esetekben a matematikailag adandó legkisebb bére az egyes kollégáknak, egyre többeknek, az ugye alatta van a garantált bérminimumnak, és alatta volt eddig is, most még inkább alatta van. Ezért az ő esetükben nem, vagy csak nagyon minimálisan jelent ez bérnövekedést. Ráadásul van egy olyan, ebbe így nem mennék bele a műsoridő miatt, egy olyan szerkezeti megoldás, hogy ezt a fajta bérlemaradást, ezt próbálta a kormányzat kezelni, ahogy mondtam, egyoldalú lépésekkel, úgynevezett bérpótlékok formájában, és ilyenkor több területen a bérpótlékból kerül úgymond átcsoportosításra, tehát ez nem jelent
valódi béremelést. Ez az egyik probléma vele. A másik probléma, amit ön is mondott, ez ugye, hogy az infláció azért jól látható, hogy ugyan korábban próbálkoztak optimista becslésekkel, de hát azért látható, hogy az infláció meg fogja közelíteni a 20%-ot, és semmi remény nincs arra, hogy a következő év, hát az első negyedévében biztosan nem, és az első fél évében, háromnegyedében ez csökkenni fogna. Ez a kérdés viszont már oda kanyarodik el, ami nem pusztán a bérről szól, hanem a megélhetésről és az egzisztenciális kérdésekről. Ezt nagyon sokféleképpen lehet kezelni. De visszatérve az alapkérdésre, hogy mi az álláspontunk vele, a közszférának a munkavállalói képviselő szervezetek nem szólhatnak bele ebbe a megállapodásba jelen pillanatban. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy amikor véleményünk van, azt maximum így tudjuk kifejteni, hogy amennyiben az állam betartaná azt az elméleti feltételezést, hogy az általa fizetendő legkisebb bér, ugyanúgy, mint a piaci szereplők esetében, a mindenkori minimálbér és garantált bérminimum lesz, akkor ez egy nagyon pozitív változás lenne a közszféra esetében, de ezt nem tartja be a kormányzat. Ezért csak közvetett hatása van ennek az évi garantált bérminimum és minimálbér emelésnek is a közszféra vonatkozásában, ugyanúgy, mint ahogy ezt sajnos az elmúlt években is tapasztaltuk. Szakszervezeti vezetőként hogy látja a munkaadó terhe? Mennyire nagy Magyarországon? Ez egy bonyolult kérdés. Nézze, a szakszervezet, tehát azért egy érdekegyeztetés, még hogyha nem túlságosan jól működik is, mert nálunk az mégiscsak arról szól, hogy valamilyen szinten egyenragú felek a saját érdekeiket akarják képviselni. Tehát a munkaadó szervezetek dolga, azt kell, hogy mondjam, reklamálni amiatt, hogyha nagy a teher a munkán, és ezzel kapcsolatban. A mi számunkra elsősorban ugye inkább azt a kérdést szoktuk boncolgatni és felvetni általában szakszervezeti oldalról, hiszen ez megint egy olyan terület, ami nem elsősorban a közféle esetében értelmezhető, hiszen itt az állam, mint munkaadó egyik zsebéből a másik rakja át ugye ezeket a terheket, ami neki tulajdonképpen az adóbevétel szempontjából és a járulékbevétel szempontjából nem feltétlenül rossz, hogy magasak a terhek. A magánszférában dolgozók, vagy a magánszférában lévő munkaadók számára nyilván ezek megterhelők, és egyébként ezek igen magas értékek, de azt kell, hogy mondjam, hogy 15%-os személyi jövedelemadó ide vagy oda, a munkaadó vagy a munkavállaló által fizetendő járulékterhek is igen magasak Magyarországon, tehát azt kell mondjam, hogy mind a két területen ilyen szempontból igen erőteljes ez a fajta elvonás. Ez egy elég összetett probléma, hiszen ez az elvonás elméletileg azt szolgálná, hogy egy jól működő közfeladatokat ellátó állam például kiegyenlítse a jövedelmi egyenlőtlenségeket. Ez a nagyobb probléma, én azt gondolom, hogy ezekből a nagyon magas adó és elsősorban járulékbevételekből nem látjuk azt, hogy ezek a jövedelem egyenlőtlenségek kiegyenlítése irányába hatna az állami gondolkodás. Ez egy rendszerszintű probléma, ahogy szokták mondani ezzel kapcsolatban, és ez visszavezet ahhoz a kérdéshez, amiről az előbb beszéltünk, a minimálbér, a garantált bérminimum, illetve az e fölötti bérek kérdéséhez, és hát a kompenzáció kérdéséhez, amely egy ilyen válságos, magas inflációs időszakban mindenképpen erősebb kellene, hogy legyen, akár segélyezés formájában, ez már inkább szociálpolitikai meggyőződés sem, mint ami jelenleg megvalósul Magyarországon. Összességében hogyan foglalná össze az önök szempontjából, mennyire volt sikeres 2022, vagy éppen mi az, amit mondjuk nem sikerült elérni, és mit vár a következő évtől? A közszféra munkavállalói szempontjából egyáltalán nem volt a 2022-es év sikeres, szerintem az eddigi beszélgetésből ez kiderül. Mindig azt várom, hogy érdemi tárgyalásokra kerül sor ezekkel a problémákkal kapcsolatban, hogyha nem erre készülnénk, akkor ugye feltehetnénk a kezünket, hogy nincsen semmi tennivaló, márpedig én azt gondolom, hogy aki szakszervezeti tag lett, hiszen itt nem a szakszervezeti vezető a lényeges elsősorban, az nem azért lett szakszervezeti tag, és nem azért fizeti a szakszervezeti tagdíjat, hogy a szakszervezeti vezető széttárja a karját, és azt mondja, hogy hát mivel ebben az évben nem sikerült elmozdítani a munkaadót, ami esetünkben ez a kormány, a merev álláspontjáról, ez jövőre sem fog sikerülni. Minden évnek, minden hétnek, minden hónapnak úgy kell nekifutni, hogy erre törekszünk. Az természetesen egy más kérdés, hogy amennyiben a partner csak nevében partner, nem pedig tartalmában, akkor ebben mennyit tudunk megvalósítani. Csóti Csaba, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, hogy megkerestek minket. Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője van itt velünk a vonalban. Köszöntöm. Jó napot kívánok.
Hát nem volt könnyű év. Ugye a miniszterelnök is úgy fogalmazott, hogy a rendszerváltás óta ez volt a legnehezebb éve Magyarországnak, gazdasági szempontból különösen. Ön hogyan látja? Ez így van. Alapvetően szerintem ezt mindannyian láttuk, éreztük a saját bőrünkön, hogy ez nem volt egy jó év. Alapvetően főleg ez a február 24-én kirobbant orosz-ukrán háború az, ami rányomta a bélyegét az egész évre gazdasági szempontból, hiszen bár előtte is volt egy emelkedő trendje már az inflációnak, de alapvetően ez volt az, amikor mind az energiárak, mind pedig aztán később az élelmiszerárak is jelentős emelkedésnek indultak. Tehát azok a tényezők, amik a pénztárcán szempontjából sokszor a legfontosabbak, ezeknek a tényezőknek az ára, energia, üzemanyag, áram, gáz, illetve az élelmiszerek, ezeknek az ára a világpiaci ára volt, ami brutális emelkedésen ment keresztül, alapvetően főleg Európában, és hát nyilván minél közel volt valaki a háborúhoz, minél közel volt valaki a két országhoz, ahol akik háborúztak, annál inkább ez a hatás annál inkább érvényesült, és ez volt, amit Magyarországon is érzékeltünk. Lakossági szempontból nyilván a rezsiköltség növekedését azt kevésbé, sokáig teljes mértékben védve voltunk, és ugye az új rendszerre pedig az átlagfogyasztásig, de az élelmiszeráraknál mi is láttuk azt, hogy mi történt, és hát nyilván a magas energiaárak azok egész Európa gazdasága szempontjából rossz hírt jelentenek, tehát ezt a magyar vállalkozások is megérezték részben, közvetlenül részben közvetve, tehát valóban ez egy sok szempontból kihívásokkal teli év volt, viszont hogyha azt nézzük, hogy a fontos mutatók hogy alakultak, amiket azért szintén lényegesnek tartunk magánszemélyként, hogy a foglalkoztatás hogy alakult, akkor azt látjuk, hogy soha nem látott csúcson van, tehát a magyar munkaerőpiac az erős volt még ebben a nehéz gazdasági helyzetben is, illetve hogyha azt nézzük, hogy a béreink hogy alakultak, akkor azt látjuk, hogy az éves átlagos inflációnál a magyar bérek azok átlagosan teljes évet tekintve gyorsabban nőttek. Egyébként ez nem egy általános jelenség, hogyha körülnézzük most a világban, akkor azt látjuk, hogy az OECD országok közül, az OECD-nek most jött ki egy elemzés erről, 32 országból egyetlen egy ország volt, ahol a bérek jobban emelkedtek, mint az árak, és ez Magyarország, az összes többi országban az áremelkedés az magasabb volt, mint a béreknél. Nyilván nálunk is van, akinek a bére nem emelkedett annyit, mint az infláció évközben, mert ugye vannak eltérések szakmánként és egyénileg is, de azért az egy jó hír, hogy a magyar bérdinamika az OECD országok közül egyedülként az magasabb volt, mint az áraknak a növekedése. Igen, sokat nem hangoztatjuk, mert hogy az emberek nem ezt szokták érezni, hanem azt, hogy mondjuk 20%-os inflációkkal kell számolniuk, hogyha elmennek bevásárolni. Sőt, hát hogyha vásárolnak és élelmiszert vesznek, akkor még ennél magasabbakat is látnak valóban, tehát azért ezt hozzá kell tenni, hogy az élelmiszer árak növekedése az egész Európában egyébként nagy volt, tehát nem találunk olyan országot, ahol 10% alatt lenne, de az átlag az inkább 20 és 30 környékén van. Nálunk még az átlagnál is magasabb. Nyilván egyébként azért hozzá kell azt is tenni, hogy Magyarországon volt a legdurvább az aszály most nyáron, és hát nyilván ugye az aszálynak a hatása az úgy nyilvánult meg, hogy kevesebb volt a kínálat élelmiszerből, és a kisebb kínálat az arra kényszerítette a szereplőket, hogy máshonnan szerezzék be, és hát nyilván ugye eddig azért szerezték be Magyarországról ezeket az élelmiszereket, mert innen volt a legolcsóbb, és hogyha máshonnan kell beszerezni ugyanazt az élelmiszert, az drágább. De ezt nem csak a szállítási költség miatt, hanem az árkülönbségek miatt is. Tehát egy magasabb ártartalmú élelmiszerrel kell kiváltani a nem meglévő magyar kínálatot, és ez nyilván egy komoly áremelkedést okozott. A jó hír ilyen szempontból, vagy amiben bizakodhatunk, az az, hogy nem számítunk arra, hogy jövőre is ugyanennyire súlyos aszály lesz majd, ez egy ritka súlyos aszály volt az idei, tehát hogyha nem lesz ugyanilyen szörnyű helyzet a mezőgazdaságban, mint idén volt, az nyilván a kínálat növekedését, és ezáltal az áraknak a csökkenését vonhatja maga után. Február 24-én Oroszország lerohanta a szomszédos Ukrajnát, és gyakorlatilag a gazdasági életet is ez a háború tematizálja, vagy azt mondják a politikusok, hogy ez a háború tematizálja. Itthon ugye megtanultuk azokat a szavakat, hogy háborús infláció, meg szankciós politika, gazdasági következményei. Ugyanakkor vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy mondjuk például az infláció az, mert
2021-ben elindult itthon is. Ön hogyan látja, a háború mennyire okozott nehézséget nekünk, vagy akár Európának gazdasági szempontból? Ez egy remek kérdés, és valóban nehéz szétbontani az eseményeket, hiszen sok minden történt, és ezeknek az együttes hatását látjuk csak. Tény és való egyébként, hogy az inflációs mutatók, az árak emelkedése az már a háború előtt elkezdődött, akár az energetikai árakat nézzük, akár egyéb árakat. Alapvetően nem mögött egyébként az a brutális pénznyomtatás volt, amit Amerika csinált a koronavírus válság alatt, gyakorlatilag egy hónap alatt megnégyszerezte a gazdaságban lévő pénzmennyiséget, és hát ha több pénz van a gazdaságban, akkor az elkezdi felfele húzni az árakat, ugye többet vásárolnak a gazdasági szereplők, és azért a kereslet növekedése az az árak növekedését vonja maga után, és hát persze mondhatnánk azt, hogy oké, de ez egy amerikai jelenség, ez miért érdekel minket Európában? Azért érdekel, mert ez egy globális piac. Tehát, hogyha az amerikaiak többet vásárolnak mondjuk almából, azt nyilván olyan helyekről veszik meg, akik eddig máshova adták el az almájukat, és nyilván akkor azokon a helyeken, ahol most hiány lesz almából, miatt, hogy Amerikába több alma ment, ott meg fog nőni az almának az ára. Tehát ez egy globális áremelkedést okozott, részben ebben benne volt egyébként a Covid utáni visszapattanás, ugye hirtelen a kereslet az megnőtt, viszont a kínálat még nem tudott ehhez alkalmazkodni, mert azért voltak még olyan országok, ahol lezárások voltak. De sok tényező miatt már valóban a háború előtt elkezdtek emelkedni az árak. De hogyha megnézzük azt, hogy mi történt az árakkal a háború után, akkor látjuk azt, hogy egy hatalmas nagy ugrás volt az energiaárban elsősorban, a gáznak az árában különösen. És ugye mivel a gázt használjuk nagy részt arra, hogy ebből elektromos áramot is állítsunk elő, tehát elektromos áramnak az ára is ezért megnövekedett, és ami nagyon beszédes ábra szerintem, hogyha valaki összeveti azt, hogy hogyan néz ki a gáznak az ára, meg az áramnak is az ára Európában, szemben az összes többi kontinenssel, szépen lehet látni azt, hogy Európában sokkal magasabb szintekre emelkedett mind a gáznak, mind az áramnak az ára, mint máshol. Tehát nyilvánvaló az, hogy valami európai, valami régióhoz köthető ok van az árdinamika mögött. És hogyha még azt is megnézzük, hogy Európán belül hol növekedett jobban az ára, akkor azt is látjuk, hogy leginkább ott, ahol amely országok közel vannak a konfliktus zónához. Tehát nyilvánvaló az, hogy itt megint csak arról volt szó, hogy azok az országok, akik kiváltották, mondjuk itt a balti államokról beszélek, kiváltották az orosz gázt, orosz olajat viszonylag gyorsan, nekik megint csak egy sokkal drágább inputra kellett átállni, messzebbről hozták, drágában vették meg, ezért volt egy nagy ugrás az árakban, az energetikai árakban, és minél közel volt valaki Oroszországhoz, Ukrajnához, minél közelebb, minél inkább érintette őt azt, hogy az orosz energiahordozók ára is elkezdett növekedni, annál inkább ez a hatás, ez megnyilvánult, és ugye a szankció az nem segítette sajnos az árdinamikát, hiszen ugye volt egy ilyen reménykedés, hogy volt egy reménykedés abban, hogy a szankciókkal majd lejjebb tudjuk nyomni az árakat, arra kényszerítve az orosz felt, hogy kisebb kereslettel, majd amikor kisebb keresettel szembesül, akkor olcsóban adja el nekünk akár az energiát, akár bármi mást. De nem ez történt, hanem az oroszok még jobban csökkentették a kínálatot, ők is alkalmazkodtak a helyzethez, és ennek következtében a két hatás együtt az azt okozta, és ez ugye nem elfeledve a pánikvásárlásokat, hiszen nagyon gyorsan akarta minden európai ország föltölteni a gáztározóit, ezek oda vezettek, hogy a gáznak az ára az elszállt, és az elektromos áramnak az ára is elszállt. Tehát gyakorlatilag azért ezek mind a háború következtében és a szankció következtében felépő események voltak. Való igaz, hogy előtte is volt inflációs nyomás, való igaz, hogy előtte is volt áremelkedés, de ez a fajta brutális elszállás az áraknak, és különösen Európán belül, ez nem volt korábban. A kormányzat itthon úgy próbálta ezt kvázi fékezni, vagy megoldani, vagy kevésbé érezhetővé tenni, hogy árstoppokat vezetett be. Ugye talán amit a leginkább, vagy legtöbbet emlegettünk, az a benzin ársapka volt, ami aztán ugye tarthatatlanná vált. Sok szakértő már régóta mondogatta, hogy ezt el kellene engedni, mert rossz hatása van a gazdaságra, és valóban szembesültünk azzal Magyarországon, amivel hát én a saját életemben soha, hogy mondjuk nem lehet benzint kapni egy benzinkúton, vagy iszonyat sorok állnak, de ugyanezzel szembesülnek azok is, akik mondjuk az árstoppos termékeket szeretnék vásárolni, no de pláne karácsonyi időszakban, hogy mondjuk egyszer egy kiló cukrot vehetnek bizonyos áruházakban. Ő hogyan gondolja, ezek az árstoppok, ezek fékezték ezt az inflációt, vagy még nagyobb bajt okoznak? Egyáltalán mi a hasznuk?
Alapvetően ezt ketté bontanám, mert valóban ugye ástopnak is hívtuk mind a kettőt, de nagy különbség volt a benzinástop és az élelmiszerástopok között, hiszen a benzinástopot nem igazán tudta kikerülni a szolgáltató, a benzinkút, hiszen a fő termékének az árát limitálta az áram. Ugye az élelmiszerástop egy kicsit más volt ilyen szempontból, hiszen ott néhány élelmiszernek az ára valóban rögzítve lett, vagy korlátozva lett, de az összes többi élelmiszernek az ára nem volt korlát alá helyezve. Tehát itt azért megvolt a lehetősége a szereplőknek, hogy egy kicsit a költségnövekedéseiket, azokat más termékeknek az árában megjelenítsék. Én szerintem az élelmiszer árnál inkább egy szociális segítségről van szó, hiszen valóban látjuk azt, hogy brutális élelmiszer áremelkedés volt, és hát nyilván nem mindenkinek növekedett a fizetése annyival, mint amennyire az árak növekedtek. Ezek a családok megtehették azt, hogy ők följebb strófolták a stoppolt árutermékeknek az arányát az ő kosarukban, tehát több olyan terméket vásároltak, aminek az ára az rögzítve volt az államok által, több cukrot vásároltak, több lisztet vásároltak, és hát ugye korlátozott árutejet is vásároltak, és ezáltal az ő kiadásaik sem növekedtek annyira, mint hogyha ezeknek a termékeknek az ára az nem lett volna korlát alá vonva. Tehát itt sokkal inkább arról volt szó, hogy választhatott egy fogyasztó, hogy ő többet vásárol ezekből a termékekből, és ezáltal kevésbé érzi az inflációt, vagy más termékeket vásárol, hogyha éppen mondjuk neki extra igényei voltak, és akkor nyilván az infláció hatásait azt direkt módon érzékelte. Tehát ez szerintem nem is annyira az infláció visszaszorításáról szólt, hanem sokkal inkább arról, hogy meglegyen a lehetősége bizonyos családoknak, akiknek a jövedelmi helyzet az nem javult, vagy nem változott annyira pozitívan, mint ahogy az infláció ezt mondjuk szükségesítette volna, hogy ők a saját kiadásaikat kordában tartsák. A másik az a benzinástop. A benzinástopnál ott nem volt meg ez a lehetősége, illetve sokáig nem volt meg ez a lehetősége a kutaknak, ugye amikor ketté lett bontva, hogy a céges autók azok már piaci árat fizettek, és a lakosság még továbbra is a csökkentett áru benzint, az már egy másik helyzet volt, de kezdetben ugye nem volt ilyen lehetőség, a bevételek nagy részét az lekorlátozta, és hát ilyen szempontból ez valóban az árnövekedést azt meggátolta, és hát ugye helyesen mondta, hogy valóban nem nagyon emlékszünk ilyenre, hogy nem volt benzin, bár azért történtek ilyenek Magyarországon is, meg egyébként a mostani időszakban máshol is történt ilyen, tehát ez nem egy magyar jelenség volt, alapvetően itt a kínálat, tehát ugye gondoljuk, mi történt, ugye azt mondta az Európai Unió, hogy nem vásárol orosz olajat, nem vásárol és nem is fog majd vásárolni későbbiekben orosz finomított olajtermékeket sem. Tehát nyilván, hogyha beszűkítjük magunknak a kínálatot, akkor ha kevesebb a kínálat, kevesebbet vásárolhatunk, akkor az hiányt fog okozni, teljesen függetlenül attól, hogy az árat azt korlátozzuk, vagy nem. És most erre persze mondhatná valaki azt, hogy Magyarország mentességet kapott a csővezetéken érkező olaj tekintetében, na de egész Európa szempontjából, az egész Európát nézve a szankciók azok hiányt okoztak, és hát nyilván ez egy összekapcsolt gazdasági övezet, tehát itt nem egy helyen jelentkezik a hiány, itt mindenhol jelentkezik a hiány, meg egyébként több esemény is volt, ami Magyarország esetében ezt még felnagyította, viszont szerintem egyébként ilyen szempontból a benzinástopka az kifejezetten sikertörténet volt, hiszen egyébként, amikor bevezették, akkor is azért emlékezzük, hogy ez a háború előtt lett bevezetve, senki nem gondolta, senki nem számította arra, hogy ez fog bekövetkezni, akkor azt lehetett látni, hogy a benzinnek, vagy hát az olajnak az ára, az a koronavírus mélypontjáról, ami olyan 10 dollár körüli hordókéti szint volt a Brent olaj tekintetében, megnőtt egészen 80 dollár fölé. Az ár körülbelül 2 év alatt. Tehát volt egy nagyon dinamikus, egy nagyon gyors áremelkedés, ami azt gondolta akkor a piac, hogy ez nem egy fenntartható árszint, ez most egy irreálisan magas árszint, ami majd le fog csökkenni, és ennek a kiugrásnak, ennek a hegynek a levágásáról szólt a benzinástop, hogy csökkentsük akkor a benzinárat, és várjuk meg azt, amíg megfordul ez az irreális piaci folyamat, és akkor majd ezt el lehet engedni, ezt egy rövid távra kívánta a kormány bevezetni, csak aztán jött a háború, ami újra az égbe lökte az olajnak az árát, viszont ha megnézzük azt, hogy mi történt, akkor amikor kivezették a benzinástopot, akkor kb. Akkor tért vissza arra 80 dollár körüli szintre az olajnak az ára, ami az a szint volt, ahol bevezették az egész intézkedést. És közben 130 dollár környékén is járt, sőt még 130 dollár fölött is járt az olajnak az ára. Tehát pont ezt a
kiugrást, pont ezt a hullámhegyet, ezt sikerült levágnunk. De ilyen szempontból ez valóban egy komoly segítség volt. Lehet nézni ennek inflációs hatását. Valóban azt jelentette, hogy az árak kevésbé növekedtek az alatt az időszakat, ennek volt egy pozitív hatás az inflációra, de még fontosabb szerintem ezt úgy nézni, hogy milyen hatása volt a pénztárcánkra, és erről én is írtam egyébként egy cikket, hogy 100 000 forintos nagyságrendben mérhető azon megtakarításnak a nagysága, amit egy család, akinek volt gépkocsija is használta, amit egy család meg tudott takarítani a benzinástok miatt. Ez valóban egy hatékony intézkedés volt, és sikerült levágnunk ezt a hullámhegyet. Szerintem egyébként jól kivezettük, de azt látni kell, hogy azért, hogyha ezt nem lett volna, akkor azért sokkal kevesebb pénzünk maradt volna arra, hogy más áruti szolgáltatást vegyünk, és hogyha ez így történt volna, akkor azt megszenvedte volna rengeteg sok magyarországi vállalkozás, hiszen ha kevesebb pénze van fogyasztásra lakosságnak, akkor kevesebb bevételük van vállalatoknak, kevesebb nyereségük lesz, kevésbé tudják a dolgozóikat megtartani. Tehát ez egy komoly negatív gazdasági hatással járó esemény lett volna. Szerintem egyébként amögött, hogy a magyar bérdinamika az egész évre ilyen szép volt, mint hogy beszéltünk is erről, emögött benne volt ez a tényező is, hogy a családoknak több pénze volt, hiszen ez egy komoly kiadás, amitől ők gyakorlatilag, aminek a növekedésétől őket megóvta a kormány, és akinek nem volt kocsia, az nem a direkt hatást érzékelte, tehát ő nem, nyilván mivel nem vett benzint, ezért neki a benzinástopp az nem segített, viszont azért az, hogy más, akinek volt kocsia, és neki több pénze volt, és tudott vásárolni, és emiatt esetleg az ő munkahelyének is volt bevétele, és meg tudta tartani őt, mint munkaerőt, vagy tudta növelni az ő bérét, mert a bevételei nőttek, ő meg ezen a csatornán keresztül érzékelte ennek a pozitív hatását. Ezek mellett a gazdasági nehézségek mellett az egész év arról szólt igazából, hogy kapunk, nem kapunk uniós támogatást, és hogy mekkora szüksége van erre Magyarországnak. Ő most hogyan látja, fellélegezhetünk? Vagy ha nem, akkor mennyire nem? Hát jobban fellélegezhetünk, mint eddig, az tény. Most még azért vannak kérdőjelek, azért nem olyan az a döntés született, hogy az összes pénz, amit eddig vártunk, az holnap megérkezik, tehát nyilván vannak még azért kérdőjelek, vannak itt még olyan pontok, amiket ki kell pipálni. Szerintem alapvetően egyébként jó irányba történtek lépések mind a két félnek a részéről, azért azt ne felejtsük el, hogy amíg itt az uniós pénzek azok parkolópályára kerültek, és hát azért tegyük hozzá, hogy az úgynevezett RRF források, tehát ez az újjáépítési alapnak a forrásai, ezek a COVID-19, tehát a 2019-ben elindult, és hát ugye Európában főleg 20-ban pusztító koronavírus válság gazdasági hatásainak az orvoslásáról szóltak. Most egy 2020-as gazdasági hatás orvoslásának a pénzeit még 22 végén is várjuk, azért ez egy kicsit, hogy mondjam, szerintem diszonáns vagy szerencsétlen helyzet. Tehát ilyen szempontból azért az, hogy itt előrelépés történt, az szerintem mindenképpen egy üdvözlendő tény. Nyilvánvaló az, hogyha ezek a pénzek megérkeznek Magyarországra, akkor ennek komoly hatása lehet a beruházásoknak a növelésére, ugye komoly hatása lehet akár a tanárok bérénél is, ugye erről is volt szó, komoly hatása lehet a magyar gazdaság zöldítésében, tehát nagyon sok területen ezek a pénzek ezek jól fognak jönni, versenyképesebbé teszik a magyar gazdaságot, bevételt jelentenek magyar cégeknek, segítenek a magyar munkaerőt megtartani, segítik a bérdinamikát, azt továbbra is ezen a nagyon jó pályán tartani, ahol eddig is volt. Tehát ilyen szempontból ez mindenképp örvendetes. A másik fel azért azt ne felejtsük el, hogy amíg az Unió az húzta, halasztotta azt, hogy mikor kapjuk meg a pénzeinket, addig Magyarországnak egyébként a befizetési kötelezettségeit azt teljesíteni kellett. Tehát egy teljesen aszimmetrikus vagy furcsa helyzet volt, hiszen ugye az Európai Unió és ugye a kohéziós alappénzei, amit szintén viszeretett tartva, főleg a kohéziós alappénzei arról szólnak, hogy felzárkóztatni, egy szintre hozni az Európai Uniós országokat, és hát ugye ami késlekedtek ezek a források Magyarország, meg egyébként Lengyelország esetében is, addig azt láttuk, hogy két olyan ország, akik egyébként nem nincsenek az Európai Uniós átlag fölött, hogyha nézzük a jövedelmeket, vagy az egy főre jutó GDP-t, tehát nem a legerősebb gazdaságok, ők nettó befizetői voltak az Európai Uniónak gyakorlatilag, tehát ilyen szempontból ez egy nagyon rossz, nagyon negatív helyzet volt, szerintem mindenképp szerencsés, hogy itt úgy tűnik, hogy azért a megállapodás felé történtek komoly lépések, és azok a pénzek, amik meg fognak érkezni, azok komolyan fogják segíteni a magyar gazdaságot.
Mit prognosztizál 2023-ra, legyen ez a végszó, hiszen itt például ugye Orbán Viktor mondta, hogy itt majd ki van adva, hogy innentől kezdve felére kell csökkenteni az inflációt, meg egyáltalán majd növekedés lesz. Szerintem ez lesz egyébként, tehát ilyenkor még nehéz ezt elhinni, mikor az ember azt látja, hogy az infláció gyakorlatilag másodpercről másodpercre egyre magasabb, akkor nehéz azért ezt elhinni, vagy nehéz azt belelátni a folyamatokba, hogy ez a brutális és nagyon gyors emelkedés, amit egyébként nem csak Magyarországon, hanem mindenhol az összes európai országban látunk, ez nem az, hogy megáll, hanem meg is fordul. De egyébként minden mértékadó elemzés ezt mutatja. Én is készítettem erről egy írást a közelmúltban, és az OECD-nek az előrejelzése ugyanezt támasztja alá, hiszen ugye, ha megnézzük azt, hogy mi volt most az áremelkedés mögött, milyen fő okok voltak, akkor egyrészt az asszály nálunk, ugye az élelmiszernél konkrétan, Európában is volt, nem olyan súlyos, mint nálunk, de ugye az asszály volt az egyik. Ha jövőre ugyanakkor asszály lesz, az nem fogja még tovább emelni az árakat, csak fenntartja magas szinten, és ha nem lesz asszály, akkor még csökkenhetnek is az élelmiszereknek az árai. Tehát ez mindenképp az infláció szempontjából, az árnövekedés szempontjából egy pozitív hír. A másik fontos tényező az pedig az energiaáraknak az elszállása volt, a hihetetlen mértékű növekedése. Azért most már azt látjuk, hogy az energiárak azok inkább csökkennek, legalábbis a nyári csúcshoz képest mindenképpen. Szerintem lesznek még egyébként csúcstámadások jövő év elején és jövő év végén is, de az átlag az mindenképpen jobb lesz szerintem, mint hát nem csak ami a csúcson volt most idén, hanem lehet, hogy még a háború kitörése utáni átlagárhoz képest is alacsonyabb átlagos energiárak lesznek jövőre, ami azt jelenti, hogy nem lesz már meg ez az inflációs nyomás az energia teréről sem. Nyilván persze a magasabb benzinköltségek azok be fognak gyűrűzni szállítási költségek keresztül bizonyos termékeknek az árába, de alapvetően én arra számítok, hogy az inflációs nyomás sokkal kisebb lesz, és emiatt meg fog valóban fordulni a trend. És az OECD is arra számít egyébként, hogy 2023 végén már Magyarországon egy szemjegyű lesz az infláció. Tehát azt gondolom, az infláció szemszögéből nem kell félnünk, ott alapvetően pozitív folyamatokat várhatunk. És azt látjuk, hogy magyar kormány az válságkezelésben mindig komoly sikereket tudott felmutatni. Nehéz lesz a következő év is szerintem, de én nem félek attól, hogy akár a munkaerőnek a mennyisége csökkenne, tehát akár munkanélküliség növekedés lenne, nem félek ettől, szerintem meg fogjuk tudni tartani a munkaerőt, és én szerintem a bérdinamika is jó lesz jövőre is. Tehát alapvetően nem lesz nagyon rossz év, de az biztos, hogy főleg, hogyha a háború az elhúzódik, akkor a gazdasági környezet, vagy hát azok a tényezők, amik negatívan hatottak idén, azok sajnos jövőre is meg lesznek. Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Nagyon szépen köszönjük az elemzést. Én köszönöm.